Amikor ez a fotó készült, Robert Pattinson csak annyiból volt szkeptikus, hogy valaha lesz-e belőle valaki. Muzsikált és színészkedett is, de a Harry Potter egyik mellékszerepe után évekig nem jutott filmhez. Aztán jött egy színészválogatás, és Kristen Stewart annyira ragaszkodott ehhez az ábrándos tekintetű brit fiúhoz, hogy a többit alkonyatig mesélhetné. Aztán jött a Bellamy Uma Thurmannel, a Vizet az elefántnak Reese Witherspoonnal, az Emlékező ám Pierce Brosnannel, majd három olyan független film, amelynek kapcsán Robert Pattinson évek óta ott van versenyben, a Cannes-i fesztiválon. Most vagy másodszor Cannes-ban? Harmadszor. Wow. So now you're getting like akkor most már lassan Cannes-i díszpolgárságot kapsz. Mit jelent ez a Cannes? How is Cannes for you? Nagyon szeretem. Mikor először jöttem a Cosmopolis-szal, nagyon jól éreztem magam. El is döntöttem, hogy mostantól minden filmemmel itt akarok lenni. Ez van a fejemben. Ez a fesztivál pont arról szól, amiért imádom a filmet. Hogy nem csak szórakoztat, hanem ad is valami olyat, hogy mikor kijössz a moziból, kicsit másképp látod a világot, az életet, meg a filmet is. És talán ez az egyetlen fesztivál, ahol tényleg adnak a művészetre. A legtöbb fesztiválon ez nincs. Mennyivel lett könnyebb vagy nehezebb az életed az alkonyat után? Annyiból könnyebb, hogy nem annyira mókus kerik. Mert mikor az alkonyatot forgattuk, olyan volt, mint egy taposómalom. Ha véletlenül volt egy luka két film között, ahova be tudtam szorítani egy másik filmet, időm sem maradt a felkészülésre. És most azért lett egy kis időm, hogy átgondoljam, hogy tényleg mit is akarok. Emiatt most sokkal könnyebb. És akkor megszólalt a telefon, és David Michaud hívott, hogy gyere, csináld meg az országúti hajszát Guy Pearce-el, aki nem ismert téged, te se ismered őt. Ő egy kicsit idegenkedik tőled, más színészek is akarják a szerepet. Ezzel mit kezdtél? Tudod, utálom a színész válogatást, gyűlölöm. Talán ha három válogatáson voltam az alkonyat óta, mert mindig eltolom. Mi az, hogy eltolod? Annyira izgulok, hogy annyira utálom, hogy az alkonyat előtt már ott voltam, hogy abba hagyom a pályát. Annyira nem bírom a válogatásokat. De elolvastam az országúti hajsza forgatókönyvét, és láttam David előző filmjét, meg futólag dumáltunk is, és ráéreztem, hogy ebből nagyon jó filmet lehet csinálni. Nagyon meg akartam kapni a szerepet. Nem csak David miatt, hanem a producerek meg az író miatt is. Nagyon bírom ezt a csapatot. És tényleg nagyon benne akartam lenni. Ilyen keményen még nem hajtottam egy válogatásra sem soha. Mit kellett csinálnod? Egy hetem volt előtte, és azt az egy hetet a figurának adtam. Semmi másra nem gondoltam. Erről álmodtam, és reggeltől késő estig nyomtam. Egy teljes hétig. Két nagy jelenetem van benne összesen, de nagyon megdolgoztam érte. Rob, szerintem te vagy az egyetlen az alkonyat csapatból, aki tényleg okosan válogat. Kik segítenek neked? Kikkel egyengeted a karriered útján? Nagyon jó ügynökeim és menedzsereim vannak. De egy idő után én is rájöttem, hogy csak a világ legjobb rendezőivel szabad dolgozni. Ez az egy döntés, ami számít. A forgatókönyv szinte másodlagos, az már jön magától. Most forgattam Werner Herzoggal egy viszonylag pici szerepet, és gőzöm nem volt, hogy mit kezdjek vele, de felajánlották, és rávágtam, hogy igen, mert valami majd csak lesz. Biztos, hogy nem leszel rossz, vagy lehet, hogy igen, de kicsi a valószínűség. Mert még ha nem is igazán lesz jó a film, a nézőnek akkor is érdekes élmény, és ez az, ami fontos a moziban. Where's Henry at? Where's your brother? Where is he?
Az országúti hajszát letudtuk Kámban. Most Robról beszélünk, jó? Szerinted mi a legnagyobb félreértés veled kapcsolatban? Nem is tudom. Sokszor kerülök ellentmondásba magammal. Nem tudom, hogy ebben mennyire látnak bele a rajongók. Sokszor jönnek oda hozzám, hogy tényleg olyan depis vagyok, ami aztán végképp nem igaz. De ezt sokszor megkapom. De azt hiszem, sokat ingadozom, úgyhogy ezt biztos nem látja félre senki. Azt láttam, hogy azt mondod, hogy azt hiszik, hogy a pénz meg a hírnév izgat, és hogy elkényeztetett vagy. Ja, ez is van. Mindig meglepődöm, amikor azt mondják, hogy egész másnak gondoltak. De ez valahogy nekem nem téma, mert mindig elfelejtem, hogy az emberek azt hiszik, hogy ismernek a filmjeimből, és talán egy interjúból. Meg a bulvárlapokból. Ja. Hogy az emberek egész másképp látnak, mint amilyen vagyok. Ez azért meglepő. Mert azért tényleg most már billió interjút adtam, és ebből azt mondják le, hogy ilyen vagy olyan vagyok. Közben meg kicsit sem. David Cronenberg sokkal jobban ismer, mint sokan mások. És ő mondta nekem, hogy nagyon kevés olyan színész van, aki annyit tud a filmről, amennyit te. Hány filmet nézel meg egy nap? Hogy szoktál mozizni? Vannak korszakaim. Mostanában megállás nélkül filmet nézek. De az új filmeket csak repülőn szoktam. Nem voltam moziban legalább 2,5 éve. Nem csoda, hát nem járhatsz moziba. Nem tudom, fele tudja. De ülni egy teremben, abban a tudatban, hogy nem tudom, mi vár rám az előcsarnokban, ez azért nyugtalanítana annyira, hogy nem tudnám nyugodtan végignézni a filmet. De igen, mostanában zaválom a filmeket. És közben lakást cseréltél. Eladtad a szuper-duper hollywoodi villádat, és lecserélted egy szerény, kicsi Robert Pattinson lakásra. Még folyamatban. Momentán hajléktalan vagyok. Két havonta költözöm. Ja, mert most úgy van, hogy Torontóban forgattam. Illetve visszamentem Londonba 2 hónapra, aztán Torontóban dolgoztam fél évig, és most próbálok találni magamnak egy új nyugatot. Milyen lenne az ideális otthon? Hogy néznek ki? Nem is tudom. Mikor legutóbb vettem azt a házat, abban nagyon belezúgtam. Őrületesen gyönyörű volt. Aztán rájöttem, hogy annyira tökéletes, hogy sose fogom benne igazán otthon érezni magam. És most próbálok találni valami olyat, ami elég lepukkant ahhoz, hogy van rajta mit alakítani. Rob, ebben az adásban elég sokat beszéltünk rólad, és az országúti hajszáról. És a rajongóid szeretnének legalább egy valamit megtudni rólad, tőled. Fogalmam sincs. Amit tényleg szeretnél megosztani magadról. Isten látja lelkem, fogalmam sincs. Mert az időm jó részét azzal töltöm, hogy megpróbálom eltitkolni a dolgaimat. Eltakarni inkább, mint megosztani. Azzal küzdködöm, hogy minél kevesebbet mondjak magamról. Hogy rendezni fogsz, játszani fogsz, zenélni fogsz, Szabira mész. Olivier Assayas-szal kezdek egy filmet októberben. Ehhez olvasok hozzá most. Nagyon meló, mint gondoltam, pedig még van egy pár hónapom rá. Próbálok hozzáidomulni fizikailag, úgyhogy most ez van a menő. Fogok egy kicsit zenélni New Yorkban jövő héten.
De ez megint egy olyan kis kirúgzatás. Mindig azt érzem, hogy a zenére sokkal többet kellene koncentrálnom. Akkor hadd adjak neked valamit, amit olvashatsz a repülőn. Ez egy magyar könyv. 40 nyelvre lefordították. Nagyon fogod élvezni, és egyszer még film is lehet belőle, amit talán majd megrendezel. Ez egy új könyv? No. Nice. I'll read this later. Thanks a lot. Thank you so very much.